Ismételt Házarok kaféban. Többen az utcán állnak, és a hely egyáltalán nem tinikkel van tele. Mindenki kokó miatt jött. Káposztás Gergő tulajdonos az est bevételét ajánlotta fel a hajdúszoboszlói zenész gyógykezelésére, és a jótékony kezdeményezés célba talált. Összefogott a közönség, fiatal és idős, tini és középkorú, apa és lánya. És összefogott a szakma is. A Rock Caféban profi gitárosok léptek színpadra. Alapi István, az Edda gitárosa szerint az összefogás nem véletlen. Az egyivású emberek egymásra találtak. Bizonyos típusú emberek választanak hasonló hangszert. És meg lehet figyelni, hogy mentalitásban, vagy valamilyen fajta életfelfogásban bizonyos típusú emberek azok, akik gitárosok, azok valamilyenek, akik billentyűsök, valamilyenek. És én merem remélni, hogy ebben a kategóriában a gitárosok nem a leggazemberebbek közé számítanak. Miután az összefogást megbeszéltük, jöhetett a minőség. Hamar kiderült, valóságsót és tehetségkutató versenyeket senki nem néz a csapatból. Az a tendencia, hogy bármennyire is próbálja a bulvár média ezt eltüntetni, azért még mindig egyre nagyobb tábora van az élőzenének és a megérzik az emberek azt, hogy teljesen más atmoszférája van egy-egy ilyen estének, mint annak, amikor, hagyd ne mondjak neveket, El Norbert playbackel 25 percig, és megpróbálja velünk elhitetni, hogy ma már az a jó, ami nem jó. Leginkább gitározni fogunk, az biztos, nem lesz halka koncert, az is biztos, de jól fogjuk érezni magunkat mi is, és a közönség is. Az egy dolog, hogy mi gitárosok vagy zenészek mennyire fogunk össze, szerintem még fontosabb a következő lépés, hogy közönség is van mondjuk egy ilyen megmozdulásra, és óriási dolog látni azt, hogy tényleg most már 100 fölött vannak jócskán. Tényleg jó hangulata van a helynek, jó az atmoszférája, jó emberekkel vagyunk körülvéve, reméljük, hogy a közönség is jó lesz, és hibátlan. Hely? A baráti közeg, tehát Gergővel nekünk már ilyen sok éves barátságunk van, már nem is tudom mióta, de tényleg amióta a Rock Café megnyílt, nem is tudom hány éve, nyílt meg már 4 éve. Az egyik első voltam, aki itt játszhattam, úgyhogy a 3/5 Edda játszott akkor itt egy barátunkkal kiegészülve, aki énekelt még. Úgyhogy mi már hazajövünk ide igazából.
A plakát szerint péntek este gitárpárbaj volt a Rock Caféban. A zenészek szerint együtt zenélés, és ezt szerették volna elmondani önöknek is. Most ezennel szeretném elmondani, itt mi nem fogunk párbajozni. Nem vágunk egymásba kés, nem lövöldözünk egymásra, és lándzsát se hoztunk. Nagyon szeretünk zenélni, és ez minden csak nem párbaj. Ezt nyilván valami civil találta ki valaha a történelemben, hogy amikor több gitáros játszik egy színpadon, az párbaj. Az nem párbaj, hanem együtt muzsikálás. Aminek az öröme a fontos, nem az, hogy győzzünk. A zene az nem versenyfutás. Közös zenélés természetesen remekül sikerült, mindenki hozta formáját. Lukács Peta, Alapi István, Rásó Peti, Varga Peti és az egész Smith Rock Family, Kokó, Zoli és Tamás. Hála Istennek azért van annyi rutinunk most már így a Pistivel, meg hát gondolom az alapzenekarnak is, hogy nem kell különösebben egyeztetni. Megbeszéltük, mik azok a dalok, amiket játszani fogunk, megbeszéltük a szólók sorrendjét, de ennél többre nincs szükség. Szeretném megköszönni a meghívott vendégeknek, Alapi Pistinek, Atom Ürnek, Lukács Petának, Kikini, Varga Petinek, FC és Reason One, Rásó Petinek, Fájdor és Project, a Smith Rock Family-nek, Kovács Zolinak, Kovács Tominak és Kulkunak. Egy nagy nagyobbat tasszunk el, jönnek!